Van még pár perc. Erőfeszítés, szenvedély és kitartás, ugye ez az egyik oldalon, másik oldalon képességek, lehetőségek, alkalmasság. Csak, hogy ebből villancsunk föl valamit, megjelent nem olyan régen Lackfi János Milyenek a magyarok című könyve, talán ismeritek, nagyon jó pofa. Egyébként egy köröztény ember, csak úgy mondom. Ez lesz most az esti mese. Találékonyság. A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és azon föllelkesülve eltökélte magában, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz majd igénybe, amit magyar föltalálók ötleteinek köszönhet az emberiség. Kezdetnek fogott egy golyós tollat, Bíró László, 1931, fölrótta egy papírra csupa nagy betűkkel, hogy találékony magyarok. Majd egy mágnessel a hűtőgépre, Szilárd Leo, 1929, tapasztotta az emlékeztetőt. Ezek után az ablakhoz lépett, csupán azért, hogy elhatározásához hű maradjon, egy két csövű vadász puskával, Pecvá József, 1840, átkukkolt a szomszédba, ahol sajnos éppen nem öltözködött a szomszédasszony. Amúgy is köztudomású, hogy a magyar nők a legszebbek a világon, bár nem tudni pontosan ki és mikor találta föl őket. Ekkor előszedett egy doboz gyufát, melyet a cipő talpán már nem tudott meggyújtani, mint a vadnyugati filmek sztárjai, ezért kapta a biztonsági gyújtó nevezetet, Irinyi János, 1836. Rágyújtott egy cigarettára, amelyet ugyan nem a magyarok találtak föl, hanem egy japán hiedelem szerint maga az ördög. De azért roppant jól esik a nap kezdetén, amikor a magyar ember és az ember úgy általában még frissen kapja a vérét fölkorbácsoló nikotintengert. Nehéz 24 óra áll előtte, tudta jól. Kicsit nézegette a hologramos matricát, Gábor Dénes, 1947, egy nemrég ajándékba kapott CB tokján, majd bármi nemű egészségkárosodás megelőzése céljából, persze hazafias okokból beszedett egy bika dózisnyi C-vitamint, Szent Györgyi Albert, 1931, abból baj nem lehet. Telefonált egyet a vezetékes telefonjáról, abban a jóleső tudatban, hogy a telefonközpont ötletét is magyar agy szülte, Puskás Tivadar, 1878. Automata fényképező gépével Mihály József, 1938, lekattintotta a szomszédasszonyt ruhában, ez is több, mint a semmi. Betette lágy anyagú kontaktlencséjét, Györfi István, 1959, ami járt némi kellemetlenséggel, hisz nem volt szemüveges, és most is csak a hazája iránti tiszteletből helyezte szemgolyójára ezt a zavaró műanyag hártyát, mely némileg elbizonytalanította látását és térérzékelését egyaránt. Ezért aztán, hogy megnyugodjon, játszott egy kicsit a kompjúterén, Neumann János, 1944, mégpedig a hipermodern háromdimenziós szemüveg segítségével, melyet élete kockáztatásával lopott el egy kutatóintézetből Rátai Dániel, 2010. Kibonta, hogy könnyű lenne egy igazi hazafi élete. Ezután kirakta a Rubik kockát, ha nem is rekorderedménnyel, Rubik Ernő, 1976. Föltett egy bakelit lemezt, hagyományos lemezjátszójára, és benézett a színes tévéje műsorába is, tudván, hogy mindkét találmányt Goldmark Károly Péter jegyeztette be, mégpedig ugyanabban az évben, 1948-ban. Ezek után kinyomtatta Excel táblázatba, Simonyi Károly, 1974, a további tennivalóit, és elégedetten lépett ki az utcára. Anyagilag nem lévén túlságosan eresztve nem látott más lehetőséget, mint hogy ellopjon egy újabb évjáratú Ford T-modellt, Galamb József, 1908, és addig furikázom vele a városba, míg egy félreeső helyen parkoló dízelmotoros BMW-re Anisics Ferenc 1983 nem bukkan. Pár kör után ezt a járgányt is az út szélén hagyta, és hosszan nézegetett a különböző parkoló autólók ablakán, míg nem talált egy Chevrolet, amely automata sebváltóval, Bíró László 1932 volt ellátva. Ezek után már gyerekjáték volt megvalósítani egy riasztóval föl nem szerelt, de amúgy remekül felújított VV bogarat, melynek szimbolikussá növekedett dizájnja Berényi Béla munkájának része, 1925. Talán mérsékelten jó ötlet ezek után biciklin menekülni, ám az erős délutáni fények ellenére így just is bekapcsolta a lámpát működtető dinamót. Jedlik Ányos 1861. A rendőrök azonban így is elkapták, legnagyobb szerencsére egy helikopterbe, Asbót Osztár 1928, tuszkolva szállították el. Miközben hátra tekert kézzel vergődött az imbolygó padlón, némi méla búval arra gondolt, milyen kár, hogy a bilincset nem magyarok találták föl. A listát fejben végigpörgetve azon is sajnálkozott, hogy a mai napon nem sikerült Pulitzer-díjas újságíróval kezet szorítania, 1917, és lemaradt a fény áteresztő üvegbeton látványáról is, Losonci Áron 2001. Aztán eszébe jutott, hogy még nem egészen esélytelen, és a fedélzeten uralkodó hangzavarban elkezdett csengő hangon szolmizálni, mégpedig a világszerte népszerű zenetanítási technika, a Kodály módszer vívmányait fölhasználva, Kodály Zoltán 1929. Akkor már nem maradt más hátra, mint hogy szenvedély és kitartás. És akkor szép estét nektek, jutalmazzátok meg magatokat, mert nagyszerűen végigültétek ezt a mai alkalmat. És akkor következő alkalommal találkozzunk a szokásos helyen. És még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt is együtt voltunk.